természetvédelmi mozgalom ezt a nevet adtuk neki 25-26 évvel ezelőtt. A Zöld Szív mozgalom 1989-ben jött létre azzal a céllal, hogy a gyerekeket már egészen kiskoruktól kezdve a környezettudatosságra, a természet szeretetére és tisztelésére tanítsa. A Dunaharaszti Hétszínvirág óvodában jártunk, mely most már hivatalosan is Zöld Szíves óvoda lett. Ennek jelképéül Orgoványi Anikó, a mozgalom vezetője, egy táblát adott át Mester Andrea óvonőnek, aki a Dunaharaszti mozgalom kezdeményezője volt. A Vízvilágnapja alkalmából nagyszabású Zöld Szív programot rendeztek az óvodában, melyen több mint 100 fő jelent meg. Városunkból a Hunyadi János német nemzetiségi, illetve a Körösi Csoma Sándor általános iskola, valamint az összes óvoda képviselője jelen volt. De érkeztek Paksról, Súkoróról, illetve Ráckeve összes nevelési oktatási intézmények képviseltette magát. A program nagy tempót diktált, percre pontos időbeosztással. Délelőtt előadások voltak a témával kapcsolatban, melyből ihletet meríthettek a pedagógusok, óvónők. Kicsit zöldszívesként hallott egyszer a Kossuth Rádiót, hogy hallott a Zöld Szívről, úgy csatlakozott, azóta fölnőtt, és ő is alakít a Zöld Szíves csoportot, azóta megnősült, és a gyerekeit is így nevel a Zöld Szíves csoportnak. Az óvodások nagyon készültek erre a napra. A csoportszobákban kiállították a gyerekek és szülők közös alkotásaikat. A képek magukért beszélnek. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong. Az intézményvezető elmondta, hogy nagyon büszke arra, hogy ilyen kreatívak és együttműködőek voltak a szülők is. A közös alkotómunka segítségével a gyerekekben is jobban tudatosul a környezettudatosság. Apropó környezettudatosság. A kávékapszulák használat után többnyire a kukában landolnak, ám Márta rájött, hogyan tudna ezeket hasznosítani. Igen, ezek kávékapszulából készülnek. Hulladékanyagnak is mondhatnánk, de nagyon sok mindenre felhasználható. Környezettudatosan élek, és felfedeztem ezt a kapszulát, és elindult a fantáziám, hogy mennyi mindent lehet ebből csinálni. És hogyan jött az ötlet? Úgy jött az ötlet, hogy láttam az interneten. És láttam utána a barátnőmnél is, mert én kirakat rendező voltam sokáig. Tehát a kreativitás nem áll messze tőlem, mindig is szerettem ilyenekkel foglalkozni, és akkor erre így rá kattantam tulajdonképpen. Időm van, és ez nagy boldogságot okoz nekem, hogy ilyeneket alkothatok. Ugye most itt az óvodába hozott egy ajándékot és egy gekkót. Ez mondjuk hány kapszulából áll? Megszámolta? Ez nagyon sok kapszulából áll, hát körülbelül 150-ből. Körülbelül 150-ből. A ragasztás, igen, az már egy más téma, tehát az nem könnyű dolog. Azt hinni az ember, hogy ezt milyen könnyű ugye formálni, hát nem olyan könnyű. Ragasztópisztollyal ragasztom, szedem össze a színeket, ismerősöktől, rokonoktól kapok kapszulákat, használt kapszulákat. Ki kell tapasztalni. És ugye most közeledik a húsvét. Milyen kis kellékekkel, kiegészítőkkel készült ez alkalomra? Hát a kis nyuszi fejeket megfestem, azt ugye veszek ilyen kis golyókat, összepréselt golyókat, megfestem, és akkor kapszulából csinálok nekik testet. Nyuszi fület ugye filcből, és akkor kis gyöngyöt rakok rá, vagy kis masnit, vagy kis filcgallért, és akkor ezzel így dekoratív. Az ötletek tárháza kifogyhatatlan. Ezekben az üvegcsékben például az óvónők által házilag készített folyékony mosószer van. A környezettudatosság és az egészséges életmód összefügg, ezért az egyik csoportszobában haraszti termelők jóvoltából lehetett kóstolni házi sajtokat, tejet, termelői mézet, illetve kenyér különlegességeket.
Számottam, fűszakoltam, a Dunapartján hajladoztam, friss vizéből táplálkoztam, rügyeimet bontogattam. A program ebéd után a Sportszigeten folytatódott, ahol a vendégek csoportokra voltak bontva. A csoportoknak pedig 11 állomáson különböző feladatokat kellett végrehajtaniuk. Annak az állomásnak az a cím, hogy nincsen rúzsa tövis nélkül. Az lenne a kérdésem, hogy esetleg meg tudná valaki küldtek mondani, hogy ez a mondás helyes vagy nem helyes? Hogy az igazán van alapja. Aha. Hát fel kell, vagy el kell ezt tanulni, hogy bánkodtát, a rózsának nincs tövise. A rózsának tüskéje van. Ez a nap jó volt arra, hogy összehozza a hasonlóképpen környezettudatosan élő embereket, és ötleteket adjon arra, hogy a jövő nemzedékét is hogyan lehetne eképpen nevelni. A Dunaharaszti Hétszínvirág óvoda tehát hivatalosan is zöld szíves óvoda, de a cél az, hogy zöld óvoda legyen. Ez egy állami minisztériumi elismerés, melynek megszerzéséhez több kritériumnak kell megfelelni, ám ez a mostani jó előlépcsője lehet. Something you should go and love yourself.